Üdvözlök mindenkit, Hengeri vagyok, ez pedig itt a Toplisták. A mai videóban olyan házaspárokat fogok bemutatni nektek, amelyek tagjai valamiért úgy döntöttek, hogy támogatják egymást a különféle beteg vágyaik megvalósításában, és ennek köszönhetően igen sok ember életét vették el, illetve tették tönkre. Nos, mint mindig még a videó elején megemlíteném, hogy a többi ilyesféle videóhoz hasonlóan ennél a videónál is igyekeztem visszafogni magam a lista megírása, illetve a képek összeválogatása közben, ám ettől függetlenül a videót a témára való tekintettel nem ajánlom sem a kiskorú nézőimnek, sem pedig azoknak, akik nem szeretnének gonosz házas párokról hallani. Ebből a témából már készült egy videó a csatornán méghozzá nem is olyan régen, így ha valakit érdekel a téma és még nem látta, akkor tekintse meg azt a videót is. A linket betettem a leírásba. És hát akkor úgy gondolom, hogy vessük is bele magunkat a legmélyébe, és nézzünk meg néhány gonosz házas párt. Harmadik, Ray Copeland és Faye Copeland. Kezdjük ott, hogy Ray Copeland 1914. december 30-án született az Amerikai Egyesült Államokban, mi alatt Ray gyerek volt, a családja igen sokszor költözött, keresték a helyüket, mindezt természetesen az ország területén belül, tehát nem hagyták el az államokat, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a családnak egy idő után anyagi problémái adódtak, így Raynek ott kellett hagyni az általános iskolát, hogy a szüleinek segíthessen a farmon, ahol éltek, ám Ray nem igazán bizonyult megfelelő segítségnek, ugyanis a leírtak szerint igen elkényeztetett gyerek volt, aki túl sokat várt el a szüleitől, túl sok mindent akart, és azt is minél előbb. Elképzelhető, hogy ez vezetett ahhoz, hogy Ray 20 éves korában meglopta a saját apját, igazából két sertést lopott el tőle, amelyeket aztán el is adott, ám hiába derült ki ez az egész dolog, Ray itt nem állt meg, folytatta a bűnözői életmódot, jószágokat lopott, csekkeket hamisított. Ennek köszönhetően 1936-ban le is tartóztatták, majd egy év börtönbüntetésre ítélték, ám 1940-ben történt valami, ami valamilyen formában megváltoztatta Ray életét. Ray lényegében ellátogatott egy orvosi rendelőbe, ahol találkozott egy 19 éves lányjal, név szerint Faye Della Wilsonnal, akivel Ray szinte azonnal randevúzni kezdett, gondolom már csak a Della név miatt is. Faye-ről egyébként annyit, hogy 1921. augusztus 4-én született, szintén az Amerikai Egyesült Államokban, egy igen szegény családban nevelkedett, de mivel a szülei igen dolgosak és szorgalmasak voltak, ezért állítólag Faye a 6 testvérével együtt a helyzetüket tekintve igen jó körülmények között nőtt fel, csak hát aztán találkozott Ray-jel. Ray és Faye 6 hónap randevúzás után össze is házasodott, és lényegében eleinte nem is volt semmi probléma, ha jól tájékozott Raynek és Faye-nek 1940 és 1949 között 6 gyermeke született, ám nem sokkal azután, hogy 1949-ben megszületett a 6. gyermekük, Ray ismét lopásos ügybe keveredett, elvileg lovakat lopott egy gazdától, ám mivel nem ítélték el, ezért Ray a családjával inkább egy másik városba költözött, ahol aztán Ray szarvasmarhákat lopott, ennél az esetnél ismét egy év börtönbüntetést kapott, aminek a letöltése után ismét költözött a család, és Ray ismét szarvasmarhákat lopott. Mondjuk ekkor nem ítélték el, csupán ingyen kellett dolgozni egy farmon, aminek köszönhetően Ray ismét csekkeket kezdett el hamisítani, plusz folyamatosan költöztette a családját. Lényegében 1953-tól kezdve ugyanazt az életet kezdte el élni, mint amit gyerekként élt. Folyamatos költözés, lopás, hamisítás, börtön. Ám 1966-ban Faye-nek sikerült vásárolni egy farmot, ahol Ray különféle embereket, leginkább az országot járó, munkát kereső embereket használt fel arra, hogy segítsenek neki a csekkek hamisításában. Elvileg ezek az emberek nem is tudták, hogy miben vesznek részt, hamis csekkekkel kellett egyébként szarvasmarhákat vásárolniuk. Mikor ez kiderült, Ray 2 évre ismét börtönbe került, ahol nem azon elmélkedett, hogy meg kellene változnia, hanem azon, hogy a tervét kellene megváltoztatnia, amit meg is tett, és ennek köszönhetően a szabadulását követően bizonyítottan öt, a más állítások szerint 12 ember életét oltotta ki, a felesége segítségével egyébként, hogy tiszta legyen a dolog. Ray és Faye így akarta biztosítani azt,
hogy senki se tudjon arról, hogy hamisított csekkekkel vásárolnak szarvasmarhákat, mindezek ellenére 1989-ben az egyik alkalmazottjuk rájött, hogy őt is meg akarják ölni, így szólt a rendőrségnek, akik először nem igazán akarták elhinni ezt az egészet, ami után házkutatást tartottak Ray és Faye farmján, kiderült, hogy Ray és Faye valójában sorozatgyilkosok, így még az év novemberében le is tartóztatták őket, majd mind a kettőjüket halálbüntetésre ítélték. Ray 1993. októberében, Faye pedig 2003. decemberében hunyt el a börtönben. Állítólag az ítélet végrehajtását már nem élték meg, de hát most ez lényegtelen. Második, David Parker Ray és Cindy Handy. Nos, a most következő esetről még gyerekként láttam egy dokumentumfilmet, ami igen megrázott, majd el is mondom, hogy miért, de kezdjük a legelején. 1939. november 6-án az Amerikai Egyesült Államokban született egy David Parker Ray nevű illető, úgy tűnik a Ray nevű illetőkkel vigyáznunk kell, de a lényeg, hogy a Davidnek igen nehéz gyerekkora volt, ugyanis az apja bántalmazta őt, plusz egyéb gusztustalan dolgokra is rákényszerítette, így Davidnek a nagyapjával kellett élnie, mindezek mellett a nagymamájuk halála után még a húga is otthagyta őt. Elvileg Davidnek igen beteg gondolkodása lett az apjának köszönhetően, és ezt a húga képtelen volt elviselni. Erre az egyébként nők ellen irányuló beteg gondolkodásra az is rátett, hogy David igen félénk volt a lányokkal szemben, ezért az iskolában sokszor csúfolták őt. David ekkor belekóstolt az alkohol és más egyéb tudatmódosító szerek világába is. Bármennyire is szörnyű, de ezek a dolgok végül oda vezettek, hogy David a lányokat kezdett el zaklatni, bántalmazni, sőt az állítása szerint 1957-ben még egy nővel is végzett, ugye igazából ez volt az első áldozata, bár erre sosem találtak bizonyítékot, de a lényeg, hogy David miután elvégezte az iskolát, beállt a hadseregbe, mint szerelő, vagy valami hasonló, majd miután ott hagyta a sereget, most nem tudom, hogy pontosan mikor, de az 1960-as években vásárolt egy a képen is látható konténert, amelyet aztán a későbbiekben rengeteg pénzt ráadozva, szó szerint egy hangszigetelt, kínzókamrává alakított, most erről nem mutatok nektek képeket, ne haragudjatok, de a lényeg, hogy David ebben a konténerben tartotta fogva, illetve kínoszta, bántalmazta az áldozatait, méghozzá a saját készítésű szerszámaival, meg az innen-onnan vásárolt úgymond segédeszközeivel. David az áldozatokat szintén egy az általa készített székbe ültette, természetesen hozzá kötözve vagy láncolva ugye az áldozatokat, majd mondhatni, kiélte a beteg vágyait. Ebben sokszor segített neki az akkori párja, Cindy Handy, aki egyes állítások szerint a felesége volt, más állítások szerint csupán csak a barátnője, de bárhogy is legyen, mégiscsak együtt voltak, és csak segítették egymást ezeknek a borzalmaknak az elkövetésében. Ja, egyébként itt volt az, igen, mikor mindig megláttam egy ilyen konténer trailert, vagy lakó bódét, nem tudom, hívja ki, minek akarja, akkor gyerekként mindig azon gondolkoztam, hogy nem tartanak fogva benne valakit, és nem kínoznak éppen valakit. Egyébként David időnként az egyik barátját, az egyik lányát, sőt még a kutyáját is bevonta ezekbe a szörnyűségekbe. Hála Istennek arról nem találtam információt, hogy a kutyának mi szerepe volt ebben az egészben, de nem is akartam, és nem is akarok, viszont nem is ez a lényeg, hanem az, hogy voltak áldozatok, akik napokat, voltak akik heteket, és voltak akik hónapokat töltöttek David kínzókamrájában, amit egyébként játékdoboznak nevezett el, a kínzóeszközeit pedig a barátjainak hívta, tehát azért látszik, hogy voltak gondok. Nos, David az áldozatok közül sokat elengedett, miután mondhatni megunta őket, valamiféle tudatmódosító szereket adott be nekik, majd az út szélén hagyta őket, ennek köszönhetően az áldozatok bármit is mondtak a rendőröknek, a rendőröket nem érdekelte a dolog. Állítólag 1986-ban David lánya, aki segített neki ezekben a borzalmakban, még az FBI-t is felkereste és elmondta, hogy az apja miket művel, de mivel nem találtak bizonyítékokat, ezért senki nem tudott semmit sem tenni, ami egyébként elég kellemetlen, ugyanis ha a hatóságok emberei egy kicsit jobban és időben utána járnak a dolgoknak, akkor David sokkal kevesebb ember életét tehette volna tönkre, illetve sokkal kevesebb ember életét vehette volna el. Bár bizonyítékok nincsenek, de David állítása szerint, meg egyébként a bűntársai szerint is, David közel 60 emberrel végzett, ezt, mint már említettem, ugye nem tudták bebizonyítani, ám Davidet 1999. március 22-én az általa elkövetett kínzásokért és más különféle bántalmazásokért letartóztatták, majd 2001-ben
224 év börtönbüntetésre ítélték. Cindy pedig bár tagadta, hogy bármi köze is lett volna ezekhez a kínzásokhoz, meg más egyebekhez, mégis az utolsó áldozat név szerint Cynthia elmondta, hogy Cindy ugyanúgy részt vett az elrablásában, a kínzásában, sőt ő őrizte Cynthiát, amíg David munkában volt, tehát nem kérdés, hogy Cindy nagyon is benne volt ezekben a dolgokban. Egyébként Cynthiának 3 napi fogság után sikerült megszöknie, illetve ugye sikerült eljutni a rendőrségre, ahol ekkor már azt mondták, hogy nézzünk már jobban utána ennek egy kicsit, jobban utána is néztek, így természetesen Daviddel együtt Cindy is a börtönben kötött ki. 2000-ben ítélték el, 36 évet kapott. Mondjuk állítólag 2019-ben szabadon engedték őt, tehát nem kellett leülni a teljes büntetést. Első, Raymond Fernandez és Martha Beck. Nos, kezdjük ott, hogy Raymond Fernandez 1914. december 17-én született Hawaiion, vagy Hawaiin. A szülei, akik egyébként spanyol származásúak voltak, nem sokkal később egy másik államba költöztek, ugye az Amerikai Egyesült Államokon belül, mert hát valljuk be, Hawaii az már erőltetve sem tűnik az államok részének, még annak ellenére sem, hogy az, de ilyen földrajzzal kapcsolatos dolgokba most nem szeretnék belemenni. A lényeg, hogy Raymond gyerekkora nem volt egyszerű, ugyanis az apja nagyon durván bánt vele, Raymond nem járhatott iskolába, tudom, ennek sokan örülnének, de Raymondnak megalázó munkákat kellett végeznie, talán ennek volt köszönhető az is, hogy Raymond 16 éves korában lopásos ügybe keveredett, a leírtak szerint 2 másik fiúval ellopott 2 csirkét, ekkor Raymond 2 hónapra börtönbe is került, ám miután kiengedték őt, a családjával visszaköltöztek Spanyolországba, ahol Raymond 20 éves korában elvette egy nőt, a párnak 2 gyermeke született, viszont 1945. decemberében Raymond úgy döntött, hogy ott hagyja a családját, a feleségét, a gyermekeit, és visszaköltözik az államokba, ám a hajón, amin utazott, történt egy igen csúnya balesete, amelyben súlyosan megsérült a feje, és elvileg Raymond onnantól más ember lett. 1946-ban le is tartóztatták őt, mivel megpróbált lopott ruhákat csempészni, 1 év börtönbüntetést kapott, ám a börtönben ismét történt valami, ami nem tett jót neki, ugyanis Raymond elkezdett megismerkedni a fekete mágiával, meg egyéb más hasonló dolgokkal. Amúgy bocsánat, hogy megint közbeszólok, de a lista írása közben itt vettem észre, hogy a videóban szereplő 3 férfit mind Raynek hívják, vagyis mind a 3 férfinek van Ray a nevében. Rendesen meg Raymültem. Na, de akkor vissza Raymond, aki a szabadulását követően a New Yorkban élő rokonaihoz költözött, ahol úgy döntött, hogy keres magának egy párt, egy menyecskét, így újsághirdetéseken keresztül talált is egyet magának, név szerint Lucillát, akit aztán el is vitt Spanyolországba, majd végzett is vele. Ezt követően Raymond visszautazott az államokba, ahol egy hamisított végrendeleti papírral követelte Lucilla szüleitől a részét. Nos, ezután következett az, hogy Raymond ismét keresett magának egy párt, ismét keresett magának egy menyecskét, ekkor ismerkedett össze Martha Beckkel, lánykori nevén Martha Jules Seabrookkal, akiről kiderült, hogy túlságosan szegény ahhoz, hogy Raymondot érdekelje a dolog, ugye őt is meg akarta lopni, mint kiderült, Raymond egy bizonyos társkereső közösség tagjai között keresett magának áldozatokat, egyáltalán nem a szerelem, hanem a pénz iránti vágy hajtotta őt, ám Martha nem adta föl, így addig próbálkozott, míg Raymond szerelmes nem lett belé. Egyébként Marthaáról annyit, hogy 1920. május 6-án született az Amerikai Egyesült Államokban, nehéz gyerekkora volt, az apja már akkor otthagyta a családot, amikor Martha 10 éves volt, ugyanis Martha anyukája nagyon erőszakos volt, és az apuka ezt nem bírta elviselni, mindezek mellett Martha túlsúlyos is volt, ezért sokszor csúfolták őt, plusz az állítások szerint a testvére is molesztálta őt. A későbbiekben Martha gyermekeket szült, férhez ment, elvált, idegösszeomlást kapott, több helyen is dolgozott, tehát mondhatnám, hogy egy átlagos küzdök egy jobb életért életet élt, csak hát aztán összetalálkozott Raymonddal. Raymond egyébként olyan szerelmes lett Marthába, hogy elmondta neki, hogy magányos nőket keres magának, akiket aztán meglop és megöl. Mondjuk elvileg minden áldozatát nem ölte meg, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Martha szintén annyira szerelmes volt, hogy azt mondta Raymondnak, hogy ő támogatja őt ebben és segíteni fog neki a terve vagy tervei megvalósításában. Nos, egy kis bökkenő azért itt is van, ugyanis ha jól tudom, akkor a céljuk elérése érdekében Raymond és Martha nem házasodott össze, hiszen Raymondnak a pénz megszerzése érdekében
többször is házasodnia kellett, mikor Raymond egy-egy áldozatával találkozott, akkor mindig magával vitte Mártát, és úgy mutatta be őt, mintha a sógornője vagy éppen a húga lenne. Márta természetesen mindig segített a lopásokban, illetve a gyilkosságokban. Sajnálatos módon az utolsó áldozatuk egy özvegynő 2 éves gyermeke volt, akivel egyébként azért végeztek, hogy ne bukjanak le. Ám a rendőrség még aznap 1949. március 1-én letartóztatta őket, majd mindkettőjüket halálbüntetésre ítélték. Az ítéletet 1951. március 8-án hajtották végre, az áldozatok száma egyébként 6 és 17 közé tehető, de olvastam olyat is, hogy nagy valószínűséggel több mint 17 áldozatot szedtek. Magyarul több mint 17 ember életét oltották ki. Még amit megemlítenék itt a végén az az, hogy a kivégzés előtt Raymond írt egy levelet Mártának, hogy mindennél jobban szereti őt, Márta pedig ettől olyan boldog lett, hogy nem is érdekelte az, hogy végezni fognak vele, ugyanis azt mondta, hogy örül annak, hogy megtalálta az igaz szerelmét. Nos, én nem akarok belekötni ilyen dolgokba, de ha tényleg ilyen az igaz szerelem, akkor örülök, hogy még mindig egyedül vagyok. Nos, én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek, lájkoljátok, osszátok, és esetleg, ha még nem vagytok, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!